Tisztelettel köszöntök mindenkit a képviselőtestület mai soros ülésén. Mint láthatja mindenki, a most felújított határon átnyúló Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési program keretében felújított régi nevén Paplakás, mai nevén mezőgazdasági üzletközpont tárgyalójában vagyunk. Én azt kérem mindenkitől, hogy a testületi ülést követően közösen járjuk be az épületet, hogy mindenki láthassa, hogy hogyan újult meg pályázati támogatása, 95%-os támogatási intenzitás mellett a Paplakás épülete. Megállapítom, hogy a képviselőtestület ülése 5-6 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv vezetésére kérem Dornik Dezsőné igazgatási ügyintézőt, hitelesítésére pedig a két soron következő képviselőt. Kérem, hogy aki a jegyzőkönyv hitelesítő, illetve vezető személyét elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm, egy hangulatot a jegyzőkönyvnek megállapítom. Képviselőtestületi ülésünk napirendi pontjait szeretném ismertetni. Az írásos anyagot minden képviselőtestületi tag megkapta. Első napirendi pontunk a 2012-ben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült beszámoló megtárgyalása. Ehhez kapcsolódóan köszöntöm körünkben Gombosné Jánk Mónika családgondozót. Második napirendi pontunk a polgármesteri hivatal 2002 évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló. Harmadik napirendi pont a 2012 évben benyújtott pályázati kérelmekről, valamint a 2012 évben megvalósult pályázatokról készült beszámoló. Negyedik napirendi pont a éves közbeszerzési statisztikai összegzés elfogadása. Ötödik napirendi pontunk a bejelentések, melyek között 4 pontot fogunk megtárgyalni. Az első a Középbékési térség ivóvízminőségjavító önkormányzati társulás társulási megállapodásának módosítása, a második a Dél-Kelet-Alföld levelenes hulladékgazdálkodási rendszer létrehozását célzó önkormányzati társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata, a harmadik a kétnyelvű általános iskola szervezeti és működési szabályzatának, házirendjének, valamint pedagógiai programjának véleményezése. Ehhez kapcsolódóan köszöntöm körünkben Sárközi Anna igazgatóasszonyt. Negyedik az anyakönyvi házassági anyakönyvvezetési hatáskörrel való felruházással összefüggésben készült előterjesztés, a bejelentéseket követően pedig zárt ülés tartását kérem a képviselőtestülettől. Kérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy kívánnak a napirendi pontokhoz kapcsolódóan további javaslatokat előterjeszteni. Igen. Programot hogy fogjuk tárgyalni, anyagot? Az előző testület. Az előző az jó lesz? Igen, és van a kiegészítéseket szóban ismertetem. A további kérdés észrevétel van-e? Amennyiben nincs, akkor kérem a képviselőtestület tagjait, legyenek kedvesek kézfelemeléssel jelezni a napirendi pontok elfogadását. Köszönöm, egyhangú volt. A napirendi pontok megtárgyalása előtt a tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló anyagot szeretném a képviselőtestülettel megtárgyalni, illetve a jegyzőasszony által összeállított fontosabb jogszabályokról és átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót. Az anyagot a képviselőtestület tagjai megkapták, én ahhoz szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni. Kérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy kívánnak-e ezzel kapcsolatban észrevételt. Igen, képviselő? Lehet, hogy a határozati nyilvántartásból nekem nem tűnik, hogy a Nisztor Györgyöt, meg a Mékeregi Sportegyesületet itt is támogatni fogjuk. Itt nincs felsorolva. Civil szervezetek támogatása mellett. A határidő december 31-ig tart, ezért a végrehajtás időpontjában kerül be ide a végrehajtott határozatok nyilvántartása közé. Többé nem felsorolva, december 31-ig van. De nem teljes összegben kapták a Nisztor György, meg a Sportegyesület magasabb összeget kapott, amelynek a kifizetése ütemezetten történik, és addig, amíg a teljes összeget ki nem fizetjük, addig itt nem, tehát nem végrehajtott a határozat. Jó. Van-e további kérdés észrevétel? Amennyiben nincs, akkor kérem a képviselőtestület tagjait, legyen kedvesek tudomásul venni a tájékoztatókat. Köszönöm, egy hangú volt. Első napirendi pontunk a 2012. évi gyermekjólét és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült beszámoló, melynek az összeállítója Gombosné Jánk Mónika családgondozó. Bizottsági üléseken az anyagot megtárgyalták, képviselőtestület részére elfogadásra javasolták. Kérdezem Mónikát, hogy kívánja az anyagot szóban kiegészíteni. Nem kívánom a beszámolót kiegészíteni, de szívesen válaszolok a kérdésekre, hogyha felmerülnek. Köszönöm szépen, képviselőtestület, kérem észrevételeit, hozzászólásait tegye meg.
nemzetiségi önkormányzat is megtárgyalta a beszámolót, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek, jónak tartotta. Jó, képviselőtestület részéről vannak hozzászólások, észrevételek? Amennyiben igen, az, hogy a bizottság is megtárgyalta, amit a polgármester ezt az előzőkben mondta, és elfogadásra javasolja a testületnek, egy kidolgozott beszámolót kaptunk, és észrevételeztük azt, hogy hál' Istennek még elég nem sok problémás dolog van, tehát jól dolgoznak, illetve kevés az ügy megoldható probléma, amit a gyerekek kell, vagy bárkivel lehet. Ez köszönhető egyébként annak is, hogy jó az együttműködés a pedagógusok és a gyerekek szülei között. Úgyhogy ha egy probléma fölmerül, akkor komplexen próbálják kezelni a problémát úgy a családdal együtt. Szerencsés helyzetben vagyunk. És további sok sikert is megvárjuk. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen ennek a hozzászólását. Vannak-e további észrevételek? Amennyiben nincsenek, akkor kérem a képviselőtestület az előterjesztésben meghatározott, az előterjesztés mellékleteként szereplő beszámolót legyen kedves készfelemeléssel elfogadni. Köszönöm, hogy hangú volt. Második napirendi pontunk a polgármesteri hivatal 2012. évi tevékenységéről készült beszámoló, az anyag összeállítója Csenháti Tivadarné jegyző. Kérdezem, hogy kívánja jegyző azt, hogy szóban kiegészíteni az előterjesztésen? Nem. Minden bizottság, igen. Két bizottság megtárgyalta a beszámolót, elfogadásra javasolták. Képviselőtestület kívánna hozzászólásokat és észrevételeket? Ahogy edzőasszony is elmondta, ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek, illetve ügyrendi bizottság észrevétellel élt arra vonatkozóan, hogy valóban nagyon nagy leterheltség mellett dolgoztak 2012-ben a kollégák. Ezt jegyzőasszonnyal alátámasztani tudjuk és csak megerősíteni tudjuk. Ennek kiegyenlítésére került 2013 áprilisától foglalkoztatásra az önkormányzat közös hivatalánál Bogyó Nikoletta a jegyzői státuszban. Én azt gondolom, hogy Nikoletta az elmúlt időszakban egy nagyon jó együttműködést alakított ki a kollégákkal. Bízunk benne, hogy a jövőben ez az együttműködés ugyanilyen jó marad, és nagyon rövid idő alatt belelendül azokba a dolgokba, Niki, amik még egy picit újak és ismeretlenek számára, de az elmúlt időszak tapasztalata az volt, hogy Niki rendkívül innovatívan, rendkívül kompromisszumkészen áll a dolgokhoz, és csak segíteni tudja mind a kollégák munkáját, mind a jegyzőasszony és az én munkámat. Köszönöm szépen, akkor amennyiben a képviselőtestület részéről nincsen hozzászólás, akkor kérem, hogy legyenek kedvesek elfogadni a polgármesteri hivatal 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Egyhangú volt, köszönöm szépen. Harmadik napirendi pontunk a 2012. évben benyújtott pályázati kérelmekről, valamint a 2012-ben megvalósult pályázatokról készült beszámoló. A képviselőtestület egy teljesen a legmélyebb részletekig kifejtett pályázatanyagot vagy pályázati beszámolót kaphatott. Minden pályázat tételesen szerepel az anyagban, mind céllal, mind pedig a benyújtás időpontjával, valamint a támogatási összeggel és a vállalt önerővel együttesen. A táblázat, ami az anyag egyes számú melléklete, összefüggés vagy összességében tartalmazza a támogatási összegeket. Ezekből láthatja a tisztelt képviselőtestület, hogy 2012-ben a településre összességében 543.287.000 forint összegű támogatás érkezett. Ez természetesen tartalmazza azokat a központi költségvetésből kapott támogatásokat is, melyek alatt értem az önhitit, a konszolidációt, illetve a nemzetiségi oktatási nevelési intézmények fenntartásához kapott kiegészítő támogatást is, amelyeket nem egy szabályos pályázat formájában kellett az önkormányzatnak igényelnie, hanem csak a rendeletben és a jogszabályokban előírt mellékletek kitöltésével. Kérdezem a képviselőtestületet, hogy az anyagot kívánják-e véleményezni, illetve vannak-e hozzáfűzései, észrevételeik? Én ezt csak gratulálom tudok.
Köszönöm szépen a kollégák nevében, akik nagyon sokat dolgoztak ezért. Igen, a polgármester úr. Nekem két pályázatok kapcsolatban lenne rövid hozzászólásom, a bűnmegelőzéses és a Dinalapi iskola pályázattal kapcsolatban, amely 2012-ben került benyújtásra, mindkét pályázat. Ez közel 100 millió forintot jelent az iskolának, és én bízom benne, és ezáltal biztosítva van, hogy továbbra is egy színvonalas pedagógiai munka folyik az iskolában. Ez a két pályázat, én úgy gondolom, az iskola javát fogja szolgálni, és bizony azért, ha megnézik, az innovatív iskola az 65 millió, a bűnmegelőzés 31 millió, tehát hatalmas összegekről van szó. Tehát ilyen kis településhez kérdem. Így van, egyetértek a polgármester úrral, tekintve azt, hogy kis település vagyunk, és egy, nem egy nagyon nagy méretű általános iskolával rendelkezünk. Az, hogy az általános iskola közel 100 millió forint támogatáshoz jutott a tavalyi évben benyújtott pályázatnak köszönhetően, az egy jelentős előrelépést jelent mind az iskola, mind a település életében. Azt mindannyian tudjuk, hogy az innovatív iskola a köznevelés átszervezése kapcsán már a megvalósítás irányítása nem a Békerékű önkormányzat hatáskörébe fog tartozni, hanem a Klebersberg intézményfenntartó központ irányításával működik, de ahogy az előterjesztésben is szerepel, a pályázat megvalósítására azt gondolom, hogy garanciát nyújt a körülben lévő Sárközi Anna igazgatóasszony, aki a projekt menedzsere, illetve a szakmai vezetője, aki Benye Györgyné igazgató helyettes. Én azt gondolom, hogy ők a tankerületi igazgatóasszonyjal együttműködve fogják azt biztosítani, hogy mindazok az értékek és célok megvalósuljanak, amiket akkor tűztünk ki magunk elé, mikor a pályázati kérelmet benyújtottuk, és továbbra is fogjuk tudni segíteni. Én azt gondolom, hogy a pályázati lehetőségekkel az önkormányzat továbbra is fogja tudni segíteni a pályázati iskola működését és a fejlesztések létrehozását, hiszen azért infrastruktúrális pályázat megvalósítása előtt állunk, még mindig az általános iskola kapcsán szerepel az anyagban is a DAOP-os 421-es pályázat, amelynek az eszközbeszerzése valósult meg tavaly évben. Ennek köszönhetően az iskola az új tanévet már új eszközökkel, új felszerelésekkel kezdhette meg, az építési beruházás megvalósítása pedig 2013 év végére és 2014-re csúszik át, de meg fog valósulni az a felújítás, és ezzel azt gondolom, hogy az általános iskolában tanuló gyermekeink egy nagyon megújult, nagyon felújított, nagyon megszépült környezetben, és nagyon jó szakmai felszereléssel bíró iskolában tanulnak meg. Amiről még szeretném tájékoztatni a képviselőtestületet, az anyagban nem szerepel a belvízrendezéses pályázat megvalósítása, de ehhez kapcsolódóan szeretnénk tájékoztatni a tisztelt képviselőtestületet. Kérem szépen, jegyző asszonyt, hogy a fejlődés is kérek. Köszönöm. Az anyagban nem szerepel a belvízrendezéses pályázat, tekintettel arra, hogy ez nem 2012-ben lett benyújtva, és nem 2012-ben valósult meg. Ennek a megvalósítása most indult el napjainkban sajnos. Ehhez kapcsolódóan, hogy alig 3-4 nappal a munkálatok megkezdése után a műszaki ellenőr olyan súlyos hiányosságokat és olyan súlyos problémákat jelzett a tervek elkészítése kapcsán, amelynek köszönhetően jelen pillanatban a munka kivitelezése és a pályázat megvalósítása olyan jelentős akadályba ütközik, amelyhez egyetlen egy megoldás vezethet, mégpedig a tervek újbóli elkészítése. Én képviselőtestületnek elküldtem azokat az e-maileket, amelyeket elküldött nekem tegnap este a műszaki ellenőr, aki tegnap személyesen kint volt a településen azért, hogy ezeket megbeszéljük és közösen keressünk megoldást, hogy hogyan tudjuk ezeket a problémákat áthidalni. Mint látja a képviselőtestület, az Eminescu az első e-mailből láthatja a képviselőtestület, hogy az Eminescu utca a jelen pillanatban rendelkezésre álló tervek szerint, amelyek 2008-ban készültek, sajnos kellékhibásan, és ezt senki nem vette akkor észre, akkor, amikor ezt a kiviteli tervet átvették a tervezőtől, senki nem tekintette azt át, senki nem véleményezte, ennek köszönhető az, hogy a jelenlegi rendelkezésre álló építési vízjogi engedéllyel rendelkező tervek szerint az Eminescu utcában nem valósítható meg a kivitelezés, itt teljesen át kell tervezni az egész Eminescu utcát, fedvénytervek elkészítését kéri a műszaki ellenőr, amelyeket
újra kell a szakhatóságokkal engedélyeztetni, és amikor elkészül a fedvényterv, akkor lesz nyilvánvaló, hogy mik azok a pótmunkák, amelyek tovább növelik a kivitelezés költségvetését, és amelyekre jelen pillanatban nincsen fedezet a projektből. Ez azt jelenti, hogy a fedvénytervek alapján elkészülő, vagy fedvénytervek alapján kiszámítandó pótmunkák, ahhoz nem kapunk kormányzati segítséget, teljes egészében a település költségvetését fogják terelni, de a pótmunkák költségvetését csak akkor fogja tudni megcsinálni a kivitelező, vagy akkor fogja tudni összeállítani a kivitelező, hogyha a tervező ezeket a fedvényterveket hajlandó lesz elkészíteni. Tegnap azért kért segítséget a műszaki ellenőr, mert hogy, és ez már valószínű a képviselőtestület tagja is olvashatják az e-mailből, több alkalommal kereste a műszaki ellenőr a tervezőt, jelezte ezt a problémát, kérte, hogy módosítsa a kiviteli terveket, készítsen fedvénytervet, ezelől egészen a mai napig a kivitelező elzárkó, vagy a tervező elzárkózott. Most megpróbáljuk finomabban, jobb útra terelni a dolgokat, és nagyon reméljük, hogy záros határidőn belül elkészülnek ezek a fedvénytervek, és abban is nagyon bízom, hogy ezekért nem fog kérni pénzt a tervező, de amennyiben fog kérni pénzt a tervező, akkor szeretném, azzal a képviselőtestület tisztában lenne, hogy ez teljes egészében az önkormányzat költségvetését terheli, arra pályázati forrásban nem részesülhetünk támogatásban. A második e-mail az Árpád utcát jelzi problémának. Ott nyílt csatorna van feltüntetve a tervek szerint, azonban a műszaki ellenőr nem engedélyezi a nyílt csatorna elkészítését, ugyanis nincs meg a megfelelő távolság sem az útpatkától, sem pedig a lakóingatlantól. A harmadik e-mailben pedig a buszmegállók problémáját olvashatja a képviselő testület, ez nincsen kifejtve, tekintettel arra, hogy még ezt most vizsgálja a műszaki ellenőr, hogy erre egyáltalán milyen megoldást található ki, és ő milyen megoldási javaslatot tegyen. Ennek az előzménye az, amit képviselőtestület egészen biztosan emlékeiből, ha felidéz, akkor tud. Az autóbusz megálló kivitelezések kapcsán is ugyanilyen problémába ütköztünk. A 2007-ben, 2008-ban elkészített kiviteli tervek ugyanilyen kerékhiányosak voltak, nem feleltek meg a valóságnak. Ennek ismeretében kellett átterveztetni a buszmegállókat. Mindannyian tudjuk, hogy a 8 buszmegállóból 4-re kellett új fedvénytervet készíteni a települési önkormányzatnak, annak minden költségével együtt. Ennek sajnos egyébként az is volt következménye, hogy nem teljes egészében fizették ki a minket megillető pénzt, ugyanis felmerültek olyan pótmunkák ezekkel kapcsolatban, amelyeket a közútnak 100%-on fizetett ki a közreműködő szervezet, és ahhoz, hogy erre legyen forrás, ezt a mékeréki önkormányzattól vették el, ugyanis a közutat az állam 100%-ban finanszírozta ebben a projektben. Ugyanez a probléma merült most is föl, sajnos nem jók a tervek, ezeken pedig, mivel már engedélyeztették is, ezeken pedig újabb eljárás lebonyolításával tudunk átlendülni. Bízunk benne, hogyha elkészülnek a fedvénytervek, és engedélyezni fogják a hatóságok a belvízrendezés kapcsán, akkor ha benyújtjuk a kérelmünket a közreműködő szervezetnek, aki jelen esetben a DARFÜ, bízunk benne, hogy a DARFÜ fogja engedélyezni ezeknek a fedvényterveknek a megvalósítását, és abban is bízunk, hogy közös összefogással sikerülni fog, országgyűlési képviselők segítségével sikerülni fog valahonnan plusz forrást találni a pályázaton felül, mert egyébként a pótmunkák összege, amelyek szeretném hangsúlyozni, hogy nem tudja a műszaki ellenőr, de annyit mondott tegnap, hogy nem milliókban mérik a pótmunkák összegét, hanem 10 milliókban mérik a pótmunkák összegét, amelyek mékerék esetében elengedhetetlenek. Hogyha ezeket nem fogjuk megkapni pályázati forrásból, akkor azt teljes egészében nekünk kell kifinanszírozni, ugyanis a projektet meg kell valósítani, tekintettel arra, hogy 16 település közösen van ebben a pályázatban benne, és hogyha egy település nem valósítja meg, akkor azzal a 15 település finanszírozását sodorja veszélybe. Én felfüggeszteném ezt az egész beruházást addig, amíg nem látjuk, hogy meg lesz erre a fedezetünk. Na, még egyik önkormányzatnak nincs a költségvetésben ennyi pénze. És így hát, hogyha rá tudjuk kényszeríteni a többit, hogy valamit csináljunk. Meg több okból is felfüggeszteném ezt. Beszéljünk róla, nyíltan. Beszéljünk erről nyíltan. De... Ezt a lakosság nem tudja, tehát az autóbuszok öknél nekem ilyen dezsabú érzésem van,
Az adókoszorok, de átéltük azt, hogy egy nyertes pályázatról volt szó, és bizonyos dolgok hiányoztak, és emiatt a költségvetésből plusz pénz kellett, ha azokat normálisan el lettek volna készítve. Most megint abban a helyzetben vagyunk, és tudva, hogy az a település hogy áll anyagilag, hogy tulajdonképpen egy nyertes pályázatnál megint a költségvetés terhére. Nincs a költségvetésben, nincs rá fedezet. Sajnálattal kell elmondanom, hogy ebből a pályázatból nem lehet kiszállni, mert ez 16 település. A felfüggesztés sem lehetséges tekintettel arra, hogy a támogatási szerződésben nagyon szigorú időpontok vannak meghatározva a megvalósításra, a kivitelezésre. Már így is csúszásba kerül a 16 település, azt olvashatátok az e-mailben, hogy a 15 település arra vár, hogy Mékerék megcsinálja a fedvényterveket, és ki tudják számolni a pótmunkát, addig ők sem haladhatnak tovább. De a pályázatot muszáj megvalósítani, mert támogatási szerződés van aláírva. De akkor ki hibázott? Az, aki 2008-ban átvette ezeket a kiviteli terveket anélkül, hogy azt áttekintette volna, és az, aki aláírta azt, hogy ez szakmailag teljesült, szerződés szerint teljesült, és kifizethető a tervezés. És ez a Mékerék önkormányzaton belül vett át valaki? Igen, a Mékerék önkormányzaton belül volt. Így van. Természetesen terheli a tervezőt is felelősség, hiszen a tervező felelőssége az, hogy ő a megfelelő helyszínrajzok alapján dolgozzon, valóságnak megfelelő helyszínrajzok alapján dolgozzon. Éppen ezért említettem az előbb, hogy megpróbáljuk finoman jogi útra terelve az ügyet figyelmeztetni a tervezőt arra, hogy neki kötelessége ezeknek a fedvénytereknek az elkészítése plusz költségek kifizetése nélkül. Nagyon bízom benne, hogy ez fog így működni, mert ha ez nem, akkor sajnos olyan jelentős időcsúszásba kerül Mékerék miatt a teljes 16 településes projekt, aminek nagyon súlyos következményei lehetnek, azt tudjuk mindannyian, hogy ettől a pályázattól 2010. szeptember 30-án már egyszer elállt az NFÜ. Tudjuk, hogy ez a pályázat nagyon rögös úton valósult meg, hivatalos értesítést kapott a konzorcium vezetője 2010. szeptember 30-án a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezetőjétől arra vonatkozóan, hogy ők ettől a pályázattól elállnak azért, mert annyira elhúzódott a támogatási szerződésben szereplő ütemterv végrehajtása. Nagyon nagy harc volt, hogy ezt a támogatási szerződést fenntartsa hatályában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Több alkalommal történt módosítása a kivitelezések időpontjának, és innentől kezdődően, hogy már megtörténtek a kifizetések, 5 településen megvalósult a belvízrendezéses projekt, nem 100%-ban, ott is vannak még problémák, olyan 90%-on áll a 16-ból 5 település, de a kifizetések történtek, már innentől kezdődően azt gondolom, hogy kutya kötelessége Mékeréknek is ezt a projektet megvalósítani, bármennyire nehéz, és bármennyire nagy anyagi áldozatot követel. Én nagyon szeretném azt hinni, hogy országgyűlési képviselők segítségével fogunk tudni a DARFÜ-től és az NFÜ-től plusz forrásokat kapni, hiszen az országnak érdeke, hogy ez a projekt megvalósuljon, ugyanis uniós forrásból valósul meg. Én remélem, hogy ez fog működni, de tekintettel kell lennünk arra másik 15 településre is, aki viszont vállalja azt, hogy kifizeti ezeket a pótmunkákat. Nyilván nem olyan nagyságrendű problémák vannak a többi településen, mint Mékeréken. Annyit jelzett a műszaki ellenőr, hogy minden településen vannak kisebb problémák, olyan a kivitelezésre fordítható összegből 100 milliós tartalék van, ami egészen biztosan rendelkezésre áll, és még egy olyan 200 milliót gondolnak, hogy esetleg tudnak innen-onnan a projektből összeszedni, több milliárdos pályázatról beszélünk. Tehát 300 milliós pótmunkára lesz fedezet a 16 településen, de eddig az 5 település még hát egy olyan fejenként 10 milliót vitt el. Sajnos annyit mondottam műszaki ellenőr, hogy Mékeréken ennél sokkal több lesz a pótmunka költsége, arra készülünk fel. Egy egyikünk kívülhet a lehet? Nem lehet. Ja, igen. Vagy akkor zárt ülés van? Na, zárt ülés. Zárt ülés. További kérdések. Igen, de azt is figyelembe kell venni, hogy biztos, hogy hibázott valaki, de azóta már, amióta ez a pályázat beletadva, azóta már maga a helyszín változott Mékeréken, éppen a buszmegálló kiépítésére. Tehát akkor biztos nem vették még figyelembe, mert az már is volt beadva a pályázatra. Akkor és gondolom, hogy ilyeneket zavar, hogy alatta megy át az átterezt, vagy valami ilyeneket. Akkor mondom a buszmegálló problémáját érthetően, jó? Két probléma, két buszmegállóval kapcsolatban van jelentős probléma.
Az egyik itt, amelyik a gondozási központ előtt áll, hiszen ott a rajz szerint elvileg nyitott csatorna lenne. De az most azért nem probléma, mondom így, mert a belvízrendezéses projekt nem az egész települést érinti. Öblözetekre vannak felosztva, vagy van felosztva az egész település, és ezekből az öblözetekből most jelen pillanatban 4 fog megvalósulni csak. A 4-ben a Kossuth utcának csak a bal oldala van benne, mert ketté van már a pont a Kossuth utca. A Kossuth utcának csak a bal oldala valósul meg, tehát most ebből a projektből a Kossuth utca bal oldalán lévő árkok lesznek teljesen zárt csatornává átalakítva, a jobb oldala nem. Az probléma, hogy a buszmegálló ott van és nincsen alácsövezve, de az még nem egy olyan égető probléma, aminek a megoldása most az egész projektet befolyásolná. A nagyobbik problémánk az ott van, az egyes buszmegállónál, amikor bejössz a faluba jobbkész felől az első buszmegálló pányáék előtt. Azzal az a probléma, nem is az átereszt mérete a probléma, hanem az átereszt méretem megfelelő, mert akkor, amikor az autóbuszöblöket kivitelezték, bár a tervekben nem 600-as cső volt, hanem 400-as, mi saját költségünkre 600-as cső beállítását kértük, és ennek a különbözetét 200.000 forint összegben ki is fizette az önkormányzat saját költségvetéséből. Csövek, méretek teljesen rendben van, az megfelel a belvízrendezésben meghatározott átereszt méretnek, a probléma a szinttel van. Sokkal lejjebb kellene legyenek azok a csövek, mint amilyen lent most vannak, vagy mint amilyen magasságilag most vannak. Bocsásson, hogy szóltam már. Igen. De akkor, tehát amikor az autóbuszokat megtervezték, akkor a belvízrendezés és terveket nem vetették össze? Nem vetették össze. Semmit tehát én logikusként most mondom, nem vettek összevetve. Semmit nem vetettek össze, semmit az ég adta a világon, pont ez a probléma. Na most keresi annak a lehetőségét jelen pillanatban a műszaki ellenőr, hogy hogy lehetne ezt a problémát megoldani, tekintettel arra, hogy a közút nem fog hozzájárulni az autóbusz megálló öböl felbontásához. Nyilván azért kért, a harmadik e-mailben láthatjátok, azért kért egy kicsit több időt a műszaki ellenőr, mert itt ebben az esetben az egész települést újra kell szinteznie. Azért nem fognak hozzá a Kossuth utcához, mert az egész Kossuth utcát újra kell neki szinteznie, hogy ott a jelenlegi buszmegálló alatt lévő átereszteknek megfelelően tudjon kifolyni a településről a víz. Ez sajnos befolyásolja az átereszt után lévő átoknak a szintjét is, meg a befogadó csatorna szintjét is. Így van. Nagyon nagy problémája ez jelen pillanatban sajnos a műszaki ellenőrnek, ezért is kért egy kicsit több időt, folyamatban vannak a számításai, illetve a megoldási lehetőségek keresése. Ahogy tudunk bármit, azonnal fogom a képviselőtestületet érvesíteni ezzel kapcsolatban. Vannak a pályázatokkal kapcsolatban további észrevételek? Nem tudom, hogy esetleg kívánja a képviselőtestület, hogy részleteiben elemezgessük még a pályázatokat. Sok, ugye? Sok, de sok az 500 millió forint is, amit kapott a település, tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy előrehaladás, és azon vagyunk, hogy ez még folytatódjon. Ha már pályázatokra beszélünk, és pont ahogy nézem az anyagot, előttem van a Start, mint a program, mindannyian tudjuk, hogy a 2013. év is Start, mint a programok keretében 2013. május 1-től 14 asszony kapott munkalehetőséget száraz tészta gyártásában. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos előrelépés, tekintettel arra, hogy a Start munkák keretében elsődlegesen csak férfiaknak tudunk hosszabb, rövidebb ideig munkalehetőséget biztosítani. Az asszonyok eddig eléggé méltatlan körülmények között dolgozhattak, ha egyáltalán tudtunk nekik munkát adni. Én azt hiszem, hogy 17 munkahely, amelyik 2014. február 28-áig ad biztos megélhetés 17 családnak, az nagyon fontos és nagyon jelentős dolog a mai világban, és én bízom abban, hogy a Start munkák jövőre is folytatódnak, a Start munkákra folyamatosságra kaptunk ígéretet a belügyminisztériumtól, és ha ezzel semmi gond nem lesz, akkor az a 17 asszony, aki most a száraz tészta gyártásban dolgozik, és a napközi otthonos konyha felhasználására állít elő száraz tésztát, azok 2015. február 28-áig már most biztos munkahelyet tudhatnak maguk mögött. Azt pedig egy nagyon fontos dolog, hogyha a konyha éves száraz tészta felhasználását nézem, ami körülbelül 1,5 millió forint, az az 1,5 millió forint az felszabadul és fordíthatja a konyha másra, hiszen a száraz tészta előállításához a munkahelyi központ minden költséget biztosít, a lisztet, a tojást, mindent.
konyha felhasználására is felszabadul 1,5 millió forint, amiből jóval változatosabb étkeztetést tud biztosítani a konyha. És ez rendkívül fontos a mai világon, akkor, amikor olyan árak vannak, amilyen árak vannak, ezt mindannyian tudjuk. Akkor amennyiben nincsenek további hozzászólások, mert már eléggé elhoztam, akkor kérem a képviselőtestületet elengedni és elfogadni a határozat végén megfogalmazott határozati javaslatot. Egyhangú volt, köszönöm szépen. Negyedik napirendi pontunk az 2012. évi éves közbeszerzési statisztikai összegzés elfogadása. Akkor szeretném tájékoztatni a képviselőtestületet az éves közbeszerzési statisztikával összefüggésben. A KBT végrehajtási rendelete a 92/2014-es NFM rendelet 36 szakasz 1 bekezdése előírja, hogy az ajánlatkérő köteles éves statisztikai összegzést készíteni, melyet legkésőbb tárgyévet követő május 31-ig kell megküldjön a hatóság részére. 2012 évben Mékerékösség önkormányzata 6 darab közbeszerzési eljárást folytatott le, tárgy szerint szeretném képviselőtestülettel ismertetni. Az első közbeszerzési eljárás volt eszközbeszerzés keretén belül ennek a mezőgazdasági üzletközpontnak az eszközbeszerzése, melynek keretén belül kerültek beszerzésre ezek a bútorok, berendezések és informatikai eszközök, amelyeket itt láthat a képviselőtestület. A második eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárásunk volt az általános iskola fejlesztése kapcsán megvalósított összességében 11 millió forint összegű eszközfejlesztés. A harmadik szolgáltatásra irányuló közbeszerzési eljárásunk a határon átnyúló projekt keretében megvalósult Workforce angol és román nyelvtan folyamainak közbeszerzési eljárási lebonyolítása. A negyedik a határon átnyúló együttműködési program Geotherm pályázatán belül tanulmányok elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítása. A negyedik a belvízrendezés kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítása, ez építési kivitelezésnek minősül, a hatodik pedig a mezőgazdasági üzletközpont felújítási munkálataihoz kapcsolódó építésre irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítása. Ez a 6 darab közbeszerzési eljárás összességében 132.057.209 forintot jelentett a településnek 2012 évben. A statisztikai összegzés a jogszabályi eljárásoknak megfelelő mellékleten azzal a tartalommal készült el, és ezt holnapi napig kell elküldjük a közbeszerzési hatóságnak. Kérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy ezzel kapcsolatban kívánnak-e észrevételeket, kérdéseket föltenni. Amennyiben nincsenek hozzászólások, kérem a képviselőtestületet, hogy legyen kedves elfogadni a 2012. évi közbeszerzésekre vonatkozó éves statisztikai összegzés. Egyhangulatot köszönöm szépen. Ötödik napirendi pontunk a bejelentések között. Legelső a Középbékési Térség ivóvízminőségjavító önkormányzati társulás társulási megállapodásának módosítása. Az anyag összeállítója a jegyzőasszony volt. Kérdezem, hogy kívánja el röviden ismertetni képviselőtestület tagjaival az írásban megkapott anyagot. Kíván-e képviselőtestület a társulási megállapodás módosításával kapcsolatban kérdéseket föltenni? Társulási megállapodás módosítás egyetlen a jogszabályi kötelezettségen alapult, és azt is tudjuk mindannyian, hogy a társulási tanács már elfogadta, de ehhez kapcsolódóan minden képviselőtestületnek önállóan minősített többséggel el kell fogadnia. Elfogadja a képviselőtestület? Köszönöm, elfogadja. Második a DAREK társulási megállapodásának felülvizsgálata, amely hasonlóan Középbékési térséghez kapcsolódó társulási megállapodás módosításához, ez is jogszabályi kötelezettségeken alapul az új önkormányzati törvény hatályba lépése kapcsán szükséges. Elfogadja a képviselőtestület. Fogadja el a képviselőtestület. Köszönöm. Harmadik, a két nyelv általános iskola szervezet és működési szabályzatának házirendjének, valamint pedagógiai programjának véleményezése. Az anyagot a képviselőtestület korábbi testületi ülésen megkapta, amivel kiegészült az anyag. Az
egyértelműen az étkezéssel kapcsolatos szabályoknak a tisztázására vonatkozott tekintettel arra, hogy akkor, amikor az anyag első alkalma bejutásra került, még nem volt teljességében tisztázott, hogy hogyan történik annak az étkezésnek az ellenőrzése, felülvizsgálata, illetve nyilvántartása, amelyre az önkormányzat kapja a finanszírozást, és tudjuk, hogy az általános iskola jelen pillanatban az állami intézményfenntartó központ fenntartása alatt működik. Az elmúlt időszakban ezeket a kérdéses dolgokat sikerült tisztázni jogszabályi úton, így kiegészült az anyag azokkal az egyedi sajátosságokkal, amelyek mentén mi fogunk tudni együtt dolgozni az iskolával az étkezések nyilvántartása kapcsán, illetve tisztázódtak azok a feladat és hatáskörök, amelyek igazgató asszony munkáját befolyásolják a mindennapokban, azzal összefüggésben, hogy adott esetekben mikor kihez kell fordulni a fenntartóhoz vagy a működtetőhöz. Ezek mind beépítésre kerültek az anyagba, amennyiben képviselőtestület kívánja, akkor felolvassuk igazgató asszonyát, pontonként végig mehetünk, amennyiben képviselőtestület kívánja, illetve a képviselőtestület kívánja, és én azt hiszem, hogy talán hasznos is lenne, hogyha most meg tudnánk beszélni a jelentéstételi kötelezettségre vonatkozó táblázatot, amit igazgatóasszonnyal közösen készítettünk el. Ez egy olyan táblázat, amely mentén igazgatóasszonya minden napokban dolgozik, mint ahogy említettem. Ennek szabályai befolyásolják azt, hogy mikor, milyen adott probléma esetén, mikor kér segítséget. Az adott dolgokat természetesen nem tudjuk módosítani és nem tudjuk befolyásolni. Szakmai munka kapcsán az intézmény fenntartója, a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ Sarkadi Tankerülete nyújt igazgatóasszonynak segítséget és támogatást, abban képviselőtestületnek nincsen joga, semmilyen dologba beleszólni, de tekintettel arra, hogy nemzetiség általános iskoláról beszélünk, amely nemzetiség általános iskola működtetését a települési önkormányzat képviselőtestülete a településsel, az általános iskolában tanuló gyerekek szülőivel közösen hozott döntése alapján vállalta. Én azt gondolom, hogy a továbbiakban is kell egy picikét segítenünk az általános iskolának a szakmai munka kiteljesedésében, legalább annyiban, hogy a nemzetiségi léttel, nemzetiségi identitással összefüggő rendezvényeken, az ahhoz kapcsolódó versenyeken az önkormányzat részt vesz anyagi segítségnyújtással. Éppen ezért az anyagban azt tüntettük fel jegyzőasszonnyal közösen egyetértve, hogy az összes nemzetiségi rendezvényen való megjelenés anyagi költségeinek 50%-át vállalná a Mékeréki önkormányzat, a nemzetiségi tanulmányi versenyek megrendezése kapcsán felmerülő költségek 50%-át, 30%-át vállalja a települési önkormányzat, amennyiben ez képviselőtestület jóvá hagyja, hiszen ez plusz forrásokat jelent. Amennyiben külföldi anyaországi rendezvényen kell megjelennie az általános iskolai tanulóknak, akkor 30%-ot vállalna a települési önkormányzat az összes költségből, illetve nemzetiségi események, rendezvények, programok, ünnepségek kapcsán felmerülő reprezentációból 50%-ot vállalna a képviselőtestület a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ mellett. Ezek azért kell itt külön szerepeljenek, mert hogy ezek olyan plusz költségek, amelyeknek a forrása a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ költségvetésében sem szerepel. És azt gondolom, hogy ha a települési önkormányzat, még egyszer szeretném hangsúlyozni, a szülőkkel egyetértve, a szülőket megkérdezve, a szülők véleménye alapján döntött úgy, hogy az általános iskola működtetését 2015. május 31-ig vállalja és biztosítja saját költségvetése terhére, akkor úgy gondolom, hogy kutya kötelessége ennek a települési önkormányzatnak a nemzetiségi identitáshoz kapcsolódó költségek viselésében is részt vállalnia. Nyilván ez nem egy olyan nagyon jelentős összeg, amit nem tudunk valahogyan megoldani máshonnan. Nyilván egyedi kérések lesznek igazgatóasszony részéről, és képviselőtestület minden egyes esetben egyedi határozattal fog dönteni ezeknek a költségeknek a vállalásáról saját költségvetése terhére. Igen, igazgatóasszony. Szeretném azokban mondani, hogy voltak már ilyen rendezvények, ahol a
részt vettek például a Békés Csabai mesemondó versenyen, 21 tanulónk vett részt, és ennek a költségét teljes egészében a Klebersberg intézmény, fenntartó intézmény vállalta fel magára. Tehát ott, ahol így meg tudjuk oldani, természetesen, hogy nem terhelem az önkormányzatot, de ahol nem tudjuk ezt bizonyos okokból kifolyólag, ott elképzelhető, de eddig elmondhatom azt, hogy a kezdeti nehézségek után sikerült minden szempontból a teljes támogatásukat megnyerni a kliknek, mind jutalmazásban, mind utaztatásban. Én is úgy gondolom, többször egyeztettünk már tankerületi igazgató asszonyal, én is úgy gondolom, hogy tankerületi igazgató asszony egy gyöngyszemként kezeli a Békerék általános iskolát, hiszen ez az egyetlen egy nemzetiségi általános iskolája van a sarkari tankerületnek, és igazgató asszony szem előtt tartja azt a jogszabályt, amely a nemzetiségi érdekek védelmét biztosítja ebben az országban. Én azt gondolom, hogy igazgatóasszony, illetve igazgatóasszony, tehát két igazgatóasszony között egy nagyon jó működés az utóbbi időben. Én azt hiszem, hogy ez az együttműködés az önkormányzat részéről is zavartalan volt eddig is, hiszen akkor, amikor Szegedre kellett menni a konzulátusra, akkor tapasztalhatott, hogy képviselőtestület 100%-os arányban szavazta meg a hozzájárulást ahhoz, hogy a gyerekek részt tudjanak venni a nőnapi konzulátusi rendezvényen. Én biztos vagyok abban, hogy a képviselőtestület ezt követően is ugyanígy fog hozzáállni az általános iskola bármilyen segítség kéréséhez, és én bocsánat, hogy képviselőtestület nevében nyilatkoztam, de szerintem mindenki nevében nyilatkoztam most ebben az esetben. Vannak-e további kérdések, észrevételek, hozzászólások? Igen? Én áttekintem, amihez hozzáértek, nem jól pedagógus, de egy nagyon jó, komplett anyagot kaptunk igazatról, szerintem, és ezt szerintem, mert nem volt kis munka, ez nem volt a szerintem. Annak azt szeretném kiegészíteni az alpolgármester urától elmondottakat, hiszen az igazgatóasszony sajnos elég sokat dolgozott azon, hogy ez az anyag, ez ilyen részletes anyag legyen, hiszen a szakmai iránymutatások azok nem nemzetiségi általános iskolára irányultak, mert a tankerületnek, mint ahogy elmondtam, ez az egy nemzetiségi általános iskolája van. Az, hogy ebben az anyagban ennyire részleteiben ki van fejtve a nemzetiségi identitás megőrzésére irányuló pedagógiai munka, az kizárólag igazgatóasszony és a tantestület érdeme. Ezúton is szeretném megköszönni igazgatóasszonynak és a tantestületnek, hogy ennyire részleteiben kidolgozott PET programot, házi rendet és szervezeti működési szabályzatot kaptunk, azt pedig külön köszönöm, hogy mennyire részleteiben szerepel benne az a fontos pedagógiai munka, ami ahhoz elengedhetetlen, hogy ez a település megőrizze a nemzetiségi jellegét, és a gyerekeink tovább vigyék azt az örökséget, amit az utóbbi időben egy picikét elhanyagoltak. Köszönöm szépen, akkor amennyiben nincsen további észrevétel, hozzászólás, tiszteltel kérem a képviselőtestület tagjait, hogy ennek kedvesek elfogadni az általános iskola szervezeti és működési szabályzatát, házi rendjét, illetve pedagógiai programját. Köszönöm, egyhangú volt. D. napirendi pontunk a házassági anyakönyvvezetési hatáskörrel való felruházásra irányuló előterjesztés. Kérem, hogy az asszony képviselőtestülettel ismertetnénk. Ezt szeretném mondani, hogy az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról törvényerejű rendelet szabályozza, hogy kijogosult anyakönyvvezetési feladatok ellátására. Az anyakönyvvezető feladatok ellátásához jogszabályban meghatározott képesítéssel kell rendelkezni, anyakönyvi szakvizsgát szükséges tenni. Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy polgármester asszony elvégezte az anyakönyvvezetői szakvizsgát, letette. Ezzel hatáskört kaphat arra vonatkozóan, hogy anyakönyvvezetéssel kapcsolatos feladatokat ellátogasson. Azonban ehhez szükséges, hogy a képviselőtestület a megbízást megadja, hozzájáruljon ahhoz, hogy anyakönyvezési feladatokat ellátogasson. Egy határozati javaslatot szeretnék terjeszteni a képviselőtestület elé. Mékerék község önkormányzatának képviselőtestülete megbízza Tárt Margit polgármester
anyakönyvezési feladatok ellátásával, házasságkötéssel és családi eseményekkel kapcsolatban. Felelős és határidő. Azonnal felelős. Sok sikert hozzá! Hozzáfőzni való, bocsánat, hogy én kérdezem, ez a kérdés. Elfogadja képviselőtársulat az előterjesztett határozati javaslatot. Készfelemeléssel kérem szavazzon 5 igen határozattal egy foglalkozkodásnak. Képviselőtestület elfogadta. Akkor a nyílt üléshez kapcsolódóan én annyiban szeretném a egyebek keretén belül tájékoztatni, a bejelentések keretén belül tájékoztatni a képviselőtestületet. 2013. május 31-e következik. 2013. május 31-e, mindannyian tudjuk, az iparüzési adóbevallásoknak a benyújtási határideje. Nagyon szépen köszönöm képviselő úrtól, hogy benyújtja iparüzési adóbevallását. Szeretném tájékoztatni a képviselőtestületet, hogy az iparüzési adó bevallási kötelezettségre történő felhívásokat a településen működő összes vállalkozási tevékenységet folytató őstermelő megkapta. Ennek köszönhetően az elmúlt időszakban egyre többen és többen keresik fel az adóhatóságot. Személy szerint jegyzőasszonyt, illetve Drobnyik Dezsőnét. Egyre többen keresik fel az adóhatóságot és nyújtják be vagy iparűzési adóbevallásukat, vagy az iparűzési adóbevallást helyettesítő nemleges nullás nyilatkozatot, melyet kötelező benyújtani tekintettel arra, hogy a vállalkozási tevékenységet folytató személy vagy vállalkozás onnantól kezdődően köteles iparűzési adóbevallás tételére a tevékenységét megkezdte. Most ha a vállalkozási tevékenységet folytató adott évben vagy valamilyen oknál fogva nem folytatta a tevékenységét, vagy jövedelme nem érte el azt a jövedelmet, amely már adófizetési kötelezettséggel jár, nem köteles adóbevallás benyújtására, összeállítására, hanem ezt egy nemleges nyilatkozattal pótolhatja. Ez a nyilatkozat az önkormányzat honlapján elérhető, onnan kinyomtatva, aláírva, ha benyújtják az önkormányzathoz, azzal elkerülik azt, hogy az iparűzési adóbevallás benyújtásának elmulasztása miatt mulasztási bírságot szabjon ki számukra az adóhatóság. Én kérek minden képviselőt, hogy legyenek segítségére az adóhatóságnak azzal, hogy tájékoztatják a lakosságot, hiszen mindannyian a lakosság széles körével találkozunk, tájékoztassuk a lakosságot, hogy az iparűzési adóbevallás benyújtása törvényi kötelezettséggel mindenkinek, aki adóköteles tevékenységet folytat, amennyiben a tevékenységéből nem származik annyi bevétele, amely fizetési kötelezettséggel járhat, akkor javasoljuk számára, hogy ne nullás adóbevallást adjon be, hanem egy nemleges nyilatkozattal könnyítse meg mindannyiunk életét, hiszen nem mindegy, hogy egy papírt írunk alá, és azt nyújtjuk be az adóhatóságnak, vagy az iparüzési adóbevallást 6-8 oldalát kitöltjük nullásan, hiszen azzal az ügyfél is rosszabbul jár, az ügyintézőnek is jóval nehezebb, vagy jóval több a munkája. Kérem szépen ebben a segítségeteket, hogy tájékoztassátok a lakosságot, hívjátok fel figyelmüket arra, hogy törvényi kötelezettségük, vagy az iparőzési adóbevallás, vagy az azt helyettesítő nemleges nyilatkozat benyújtása május 31-ig az önkormányzathoz. Én ennyivel szerettem volna még a bejelentések között, vagy ennyiben szerettem volna még a bejelentések között a képviselőtestület tagjait tájékoztatni. Kérdezem, hogy a jelenlévők részéről van-e nyílt ülésre egyéb felvetés, bejelentés? Igen, igazgató asszony? Én szeretném mondani, hogy biztos látták a képviselő asszony és a képviselő urak és a jelenlévők, hogy az Ortodox Egyházzal együtt szervezünk egy menetet az árva gyerekekért. Ugye az elmúlt évben első alkalommal, most második alkalommal szerveztük ezt meg, de különböző technikai okok miatt nem szombaton kerül megrendezésre, hanem vasárnap, tehát változott az időpontja, vasárnap 19 órakor. Úgyhogy ezúton is szeretném meghívni a jelenlévőket, és szeretettel várjuk a rendezvényen a jelenlévőket, és a
polgári őrséget, meg megkértem arra, hogy segítsen a lebonyolítást illetően. Köszönöm szépen a figyelmet. Ha már igazgató asszony említette a rendezvény vasárnapi időpontra történő módosulását, és szóba került az is, hogy a bajnoki döntő miatt kellett átadni a jogokat, technikai jogokat már nem. Akkor szeretném elmondani képviselőtestületnek, hogy szombaton 5 órától lesz Mékerék Csaba Csőd bajnoki döntő, Mékerék esélyes a bajnoki cím megszerzésére. Azt is szeretném elmondani képviselőtestületnek, hogy a sportegyesület szerette volna vasárnapra átrakni a meccset, pont azért, hogy ne ütközön semmilyen rendezvény. Ehhez az időpontmódosításhoz azonban az MLS nem járult hozzá. Úgyhogy marad a szombati 5 óra, és a sportegyesület kéri a képviselőtestület tagjait, hogy legyenek szívesek szombaton a meccsen Mékeréket buzdítani, és hozzásegíteni ahhoz, hogy Mékerék bajnoki címet nyerhessen. Igen. Most nyertem a Volosányos bajnokságot. Akkor amennyiben nincsenek további hozzászólások, akkor zárkörés tartását rendelem el. Köszönöm szépen mindenkinek, aki a főképviselésnek megjelent.